Egyelőre van még hely a frissen átadott parkolóban Szekszárdon a Bottyán-hegyen, de ez csak akkora délutáni időpontnak tudható be. Ezzel a fejlesztéssel régi vágyuk vált valóra a Zöldkert utca lakóinak, akik így végre meg tudnak állni a házuk előtt, és nem kell a zöld területeket elfoglalniuk. Mint egy 170 négyzetméteren kialakításra került, és 16 millió forintba került, amelyből 30% önerő volt, a többi pályázati forrásból valósult meg. Egyébként ugye ez onnan indult, konkrétan a Zöldkert utca, hogy mintegy 200 aláírásra kaptam egy levelet, hogy valamit tegyünk itt a parkolási helyzettel. Ennek a levélnek a hatására indult el a munka, a tervezés, aztán a kivitelezés is. Néhány hónap alatt ki is alakították a 22 új parkolóhelyet, mindenre egy pályázat nyújtott lehetőséget. A 170 négyzetméteres parkoló 16 millió forintba került, amihez a városnak több mint 4,5 millió forinttal kellett hozzájárulnia. A területen régen egy óvoda állt, ám évek óta csak az egykori intézmény beton alapja volt látható. De figyeltünk arra is, hogy az Erőgyi utcával lakóknak is megfeleljünk az igényeiknek, ezért nem csak a parkoló kialakítása történt meg, hanem védtük az ő oldalukat, az ő házaikat tulajdonképpen egy támfallal. Én azt gondolom, hogy olyan megoldás született, ami mindenki számára támogatható és elfogadható. Az elmúlt időszakban a város több pontján alakítottak ki parkolót összesen 150 helyjel. A jövőben további fejlesztések várhatóak. A Veselényi utca elején és a Béri Balog Ádám utca 91-93 szám előtt teszik könnyebbé a parkolást. Ezekben az utcákban mintegy 40-45 új parkolóhelyet hoznak létre.